Fogynak a fordulók, így egyre inkább felértékelődnek a szerzett vagy elvesztett pontok. A bajnoki cím sorsa már eldőlt, a hétközi fordulóban a Ferencváros behozhatatlan előnyre tett szert a tabellán. A harmadik helyért még versenyt fut a mezőkövetje és a Puskás Akadémia, valamint a kiesés elkerüléséért is nagy harc zajlik. Utóbbiban érintett a Kisvárda, amely kedden hazai pályán egy 11-esből kapott góllal szenvedett vereséget az Zalaegerszegtől. Ebben az a fájó, hogy amit mi nem kapunk meg, azt az ellenfélnek könnyű szívvel adják, és ez nem az első eset, mert az elmúlt 2-3 hétben erre már volt példa, hogy ez megtörtént. De hát a játékvezető is hibázhat, azzal nincsen gond, itt a nagyobb gond azzal van, hogy olyan adott 5. sárga lapot a Vianának, ami abszolút nem volt jogos, úgyhogy ott változtatás lesz a hétvégén mindenképpen, mivel ő a 5. sárga miatt nem játszott. De hogy éltük meg, mindenki szomorú volt a mérkőzés után egyértelmű. Többet reméltünk ettől a mérkőzéstől, és úgy gondolom, hogy az első 60 perc az rendben is volt, kézbe tartottuk a mérkőzést, és utána sajnos nem úgy sikerült az utolsó fél óra, hogy szerettük volna. Csalódottak voltunk, hát gondolom ugyanúgy a szurkolók is, mindenki, aki a stadionban volt, mert azért ezt szerettük volna, ezt a 3 pontot itthon tartani. Ez a szép a futballban, hogy pár nappal később lehet javítani, és mindenképpen szeretnénk is javítani a Kaposvár ellen. A Kaposvár már korábban kiesett az NB1-ből, viszont legutóbbi hazai meccsükön 3-0-ra legyőzték a Diósgyőrt, majd a hétközi fordulóban teljesen más összeállításban 3-0-ás vereséget szenvedtek Pakson. Az, hogy a Kaposvár kiesett a bajnokságból, nem azt mondom, hogy játékosok megkönnyebbültek, mert az túlzás, csak az a teher, az most már úgy gondolom, hogy egy olyan lelkesedésbe csap át, hogy ők egy ilyen minden mindegy alapon tudnak futballozni, és a hozzáállásuk az a Diósgyőr ellen nagyon rendben volt, és helyenként jól is játszottak, úgyhogy a mentalitásuk az rendben volt, úgyhogy nem lesz egyszerű mérkőzés számunkra sem, de attól függetlenül is úgy gondolom, hogy azért a mi csapatunk erősebb, és bízok benne, hogy 3 ponttal fogunk hazatérni. Vannak gondjaink, mert azért attól függetlenül ugye hát a Gossi az, aki sérült hosszabb ideje, vagy legalábbis még hosszú ideig, akkor ugyanúgy a Bumbánál nem tudjuk, hogy hétvégén bevethető állapotban lesz-e. Apró sérülések átáltatják a két belső védőnket, a Berioszt és a Kravchenkót. Vianának ugye ez az 5 sárgalapos eltiltása, de attól függetlenül a keretünk az tudja kompenzálni bőven ezeket a hiányzókat, úgyhogy aki megkapja a lehetőséget, az úgy gondolom, hogy élni akar, és élni is fog azzal, hogy ott a csapatba szerepelhet. A Kaposvár-Kisvárda mérkőzés vasárnap 19 órakor kezdődik. A forduló további párosítása a következő: Zalaegerszeg-Budapest Honvéd, Mezőkövesd-Molfehérvár FC, Puskás Akadémia-Paks, Ferencváros-Újpest és Debrecen-Diósgyőr.